Szervusztok! Újra szeretettel köszöntök minden kedves szállás.hu kiemelt partnert. Ez itt az éves kiemelt partneri konferencia, és mellettem áll már Török Ágoston a Chromesoft Kft-től, aki a következő előadásában szintén még a digitalizációról fog beszélgetni. Úgyhogy ismét szívemhez szóló a téma. Nagyon hosszú titulusodat, légy szíves, te is magyarázd majd el nekünk, hogy a Hotrest, Hotel & Restaurant IT Solutions márka mögött kik vannak és mit csináltok. Nektek, kedves résztvevők, újra elmondom, hogy jobb oldalt a kérdőjel gombbal, a questions gombbal tudtok kérdéseket feltenni. Menet közben írjátok be nyugodtan, én ezeket gyűjtöm, és a végén fel fogom tenni Ágostonnak. Tiéd a szó. Köszönöm szépen. Nagy szeretettel és tisztelettel üdvözlök mindenkit. Igen, Török Ágostonnak hívnak, és a Chromesoft Kft. Hotrest márka nevű termék együttesének vagyok a márka igazgatója. Cégünk digitális megoldásokat nyújt idegenforgalmi szereplőknek, szállodáknak, éttermeknek, illetve idegenforgalmi szervezetek szoftvereit gyártjuk, illetve forgalmazzuk. Hálás vagyok a felkérésért, a témám a szállásipar vagy a szállodaipar digitalizációs lehetőségei. Hát kérem tisztelettel, ez egy olyan téma, amire nemhogy fél óra nem elég, talán fél év sem lenne. Úgyhogy amit én most nyújtani tudok önöknek, azt képzeljék el úgy, mint a francia krémes tetején a csokiból levágunk egy nagyon vékony réteget. Mindenről fogok egy-két szót ejteni, hogyha mélyebb információra lenne szükségük, vagy jobban megismerni ezt a témát, akkor meg fognak találni engem a előadást követő beszélgetéseken. Mikor felkértek az előadás megtartására, gondolkoztam, hogy honnan kezdjem el az előadásomat, a prezentációmat. Mit nevezünk egyáltalán digitalizációnak? Nem volt szerencsém informatikát hallgatni középiskolában is, és főiskolán is. Nekem a digitalizáció az azt jelenti, hogy egyesekkel és nullákkal kifejezünk mindent a világon. Mit jelenthet még a digitalizáció? Szerintem a digitalizáció azt jelenti, hogy szoftverekkel, vagy szoftverek által hajtott gépekkel kiváltjuk az embernek a munkáját, vagy legalábbis megkönnyítjük, gyorsabbá, egyszerűbbé, könnyebbé tesszük az ő munkavégzését. Miféle előnyei lehetnek a digitalizációnak? Ezen is gondolkoztam, hogy itt mit mondjak el önöknek. Én elkészítettem 4-5 hangzatos dolgot, hogy mik az előnyei, majd megkérdeztem a kollégáimat, hogy szerintük mi, és körülbelül 500 egészen más dolgot mondtak még, hogy mi előnye van a digitalizációnak. Ha most itt személyesen lennénk jelen, akkor megkérdezném önöket, hogy önöknek mit jelent vajon a digitalizáció. Kérem, hogy képzeljék el ezt, és önök önmaguknak adják meg talán ezt a választ, hogy mi is a digitalizáció előnye. Szerintem előnye a digitalizációnak az, hogy meggyorsítja a mi munkánkat, hatékonyabbá teszi ezzel egy időben a munkánkat. Talán kevesebb a hiba lehetőség egy jól megírt szoftverrel, vagy egy jól használt masinával. Milyen előnyei lehetnek még a digitalizációnak? Talán környezetbarátabb, kevesebb papírt használunk, hogyha digitalizáljuk a dolgainkat. És még rengeteg más előnye van a digitalizációnak. Viszont vannak hátránya is. Én világéletemben szállodás voltam, ez év májusától kerültem át így idézőjelben a túloldalra, a szállodákat kiszolgáló szoftverfejlesztési forgalmazó piacra. Én úgy gondolom, hogy hátránya lehet a digitalizációnak az, hogy elveszíti személyes jellegét ez a kapcsolat. Én szállodai recepción, front office-on kezdtem meg a szállodás életemet, és én nagyon-nagyon szerettem a vendégekkel kommunikálni, kapcsolatba kerülni velük. A digitalizáció ennek a rovására megy. Előnye még a digitalizációnak, bocsánat, azt elfelejtettem, ebben a jelenlegi helyzetben, a Covid helyzetben az, hogy érintésmentessé tehetjük a szállodai folyamatainkat. Ez úgy vélem, hogy jelenleg nagyon-nagyon fontos. A főiskolán volt nekem egy olyan tantárgy, hogy mérnöki etika. Semmire nem emlékszem, illetve kettő dologra emlékszem ebből a tantárgyból. Az egyik az, hogy megtanította a tanár úr nekünk, hogy a egyes termékek vonalkódjai, hogyha 599-el kezdődnek, az azt jelenti, hogy Magyarországon lett előállítva ez a termék, hogy legyünk kedvesek azt vásárolni. Valamint azt mondta el, hogy a mérnöki etikának az egyik legfontosabb mondandója az, hogy igyekezzünk úgy gépesíteni az életünket, a munkánkat,
hogy az ne kerüljön emberi munkahelyek elvesztésébe. Jelenleg egy kicsit már más a helyzet. Önök sokkal jobban tudják nálam, hogy milyen munkaerő hiánnyal küzdenek, vagy küzdhetnek önök a napi életben. Lehet, hogy ez a tézis most megfordul. Lehet, hogy most előny az, hogy ki tudunk váltani élőerős munkát a digitalizáció segítségével. A digitalizáció a szálláshely minden pontján. Hol képzelhető el digitalizáció? Tulajdonképpen mindenhol. Még ott is, amit ide nem vezettünk föl. A front office terület, kezdjük azzal, kedvenc területem. Én úgy gondolom, hogy a front office területen kezdődött el a leghamarabb a digitalizáció a szállodaiparban. Több évtizede már kompjútereket használunk, abban regisztráljuk a vendégeinket, a látogatóinkat. Ez egy nagy váltás volt annól, amikor azokról a nagy ívekről tértünk át a kompjúter használatra. Front office területén belül ezen kívül még rengeteg más digitalizációs lehetőség van, arra később majd visszautalok. Értékesítés területén miféle digitalizációs lehetőségeink vannak? Tulajdonképpen már az értékesítés 90%-ban digitális csatornákon át történik. Erről is lesz majd egy slide, ott is ki fogok térni rá részleteiben. Marketing, beszéljünk az online marketingről, Google, Facebook, Twitter, ezek a csatornák már az életünk részei lettek. A marketing aktivitásunk nagy része is már online csatornákon zajlik, ennek a szakértője Katona Zoltán 2-3-mal későbbi előadásában biztos fog erről is egy-két szót ejteni. Housekeeping területén is lehet digitalizációról beszélni, nem arról van szó, hogy egy kompjúter takarítja ki a szobát, de arról már van szó, hogy a szobalány kolléganőnk mobiltelefonján, futó alkalmazáson keresztül adjuk ki neki a feladatokat, hogy légy szíves, takarítsd ki a 102-es szobát, mert elutazott a vendég, ő meg a takarítás végén vissza tud jelezni, hogy elkészült vele, vagy egy fotót készít az eltört ágyról, amit azonnal el tud küldeni a karbantartó kollégának, tehát már a housekeeping területén is vannak digitális megoldások. F&B területről talán nem kell beszélnünk. A felszolgáló kolléga a telefonon veszi fel a rendelést, ami valós időben megjelenik a szakácsnak, és már tudja is készíteni a munkát. Hotel management, hát mindannyian kompjúterrel dolgozunk, mindenféle riportokat elemzünk, kapunk, akár automatán. Épületfelügyeleti rendszerek, a legtöbb nagy szállodában ezek futnak, ezek is mind digitális rendszerek. Épületautomatika, emberi beavatkozás nélkül tudjuk már vezérelni a teljes épületet, a hűtést, a fűtést, a klímát, bármit, ablaknyitást, csukást. És léteznek már úgynevezett okos szállodák, ahol arra törekszik az üzemeltető vagy a tulajdonos, hogy a lehető legkevesebb élőerő felhasználásával tudja üzemeltetni a szállodáját. Az a szálloda, ahol én jártam, ott a szobalányon és a karbantartón kívül egy ember dolgozott, aki báros volt és talán recepciós is egy kicsit, a mobiltelefonjáról intéz mindent a vendég. Tehát eljutottunk már oda a digitalizációban, hogy tulajdonképpen nem is nagyon van szükség élőerőre. Nem állítom, hogy ezzel én egyetértek, nem állítom, hogy ez a szállodaiparnak a sava borsa, viszont ezek tények. Értékesítést milyen digitális eszközök támogatják? Az első és legfontosabb a weboldal. Weboldalunk már majd mindannyiunknak van, szállodában, étteremben. Tudjuk, hogy mik a jó weboldal ismérvei, erről is lesz majd egy szlájdom. Ez az elsődleges platform, ahol a vendég a szállodával találkozhat, ha csak nem a szállás.hu-n vagy a szállás.hu-hoz hasonló OTA oldalakon. A Booking Engine, a foglalási motor, amit a szállodai honlapba építve direkt foglalásokat generálhatunk, generáltathatunk a vendégeinkkel. Chatbotok. A legtöbb nagy szolgáltató weboldalán már futnak chatbotok. Én hoztam önöknek egy példát, egy megtérüléses példát, ott majd elmondom, hogy mi mindent tudnak már a chatbotok, mi mindenre lehet őket használni. Channel Manager. Channel Manager elején körülbelül 10 évvel ezelőtt találkoztam, az is egy óriási nagy lépés volt, igaz, nem a digitalizáció terén, hiszen előtte is már digitálisan kezeltük mi ezeket a csatornákat, szállás.hu-t és a többieket, de ez a Channel Manager belépése óriási könnyebbség volt, hiszen
töredékére lerövidült az az idő, amit a csatornákon való árak állításával kellett töltenünk. A két irányú kapcsolattal rendelkező channel menedzserek meg napjainkban már a szállás.hu-ról jövő foglalást egyenesen berakják a PMS rendszerünk megfelelő helyére. Értékesítés támogató digitális eszközként hozom én az OTÁ-kat is, az Online Travel Agency-ket, a szállás.hu-t is, hiszen értékesítés csatornaként nagyon digitálisan támogatnak minket. Revenue managementről is egy-két gondolatot hoznék. Revenue management ugyan nem csak digitálisan elképzelhető, de a legfontosabb megjelenése ez az OTÁK árazásában van, a dinamikus árazásban van, úgyhogy mindenképpen digitális eszközként gondolom. CRM vagy CRM rendszerek, amiben a vendégeinkkel való kommunikációt, vagy a vendégeink adatait tudjuk tárolni, onnan tudjuk megszólítani őket, illetve itt guest servicesnek van írva, ez talán inkább a vendég elégedettségre próbáltunk itt utalni, tehát mindenféle review oldalakat is digitális eszközként hozok itt önöknek, hiszen a OTÁ-kon vagy az erre specializálódott weboldalakon digitális formában tudnak véleményt mondani rólunk, illetve építeni a reputációnkat. Weboldal. Mitől jó egy weboldal? Ha nem haragszanak, én ebben nem mennék bele mélyebben, ezt sok-sok fórumon elhangzott már, Katona Zolit majd, ha megkérdezik, ő feltételezem, hogy napokat tudna erről beszélni, de mégis mire használunk egy weboldalt? Mi a legfontosabb? Az, hogy megfogja a vendéget, a látogatót, az, hogy az alatt a rövid idő alatt, amit ő a weboldalunkon tölt, kényszerítsük rá a döntésre, hogy igenis nálunk foglaljon, és nálunk töltse el az idejét. Hogyan tudjuk marasztalni a látogatót? Azzal, hogy egy jó képet mutatunk magunkról, azzal, hogy megszólítjuk egy jó akcióval, azzal, hogy minden információt, amit neki a döntéséhez szüksége van, rövid idő alatt rendelkezésére bocsátunk. Milyen extra funkciókat kell ma már tudni egy weboldalnak? Itt a teljesség igénye nélkül kiemeltem ezt a párat, a weboldalba építhető foglalási motor. Ma már ez teljesen elfogadott alap dolog, hogy a szállodai weboldalon keresztül foglalhat a vendég. Online check-int is végrehajthat a weboldalon, vagy a Booking Engine-ben, vagy akár egy más applikáción keresztül. Itt, ha jól fel van építve, akár elkerülhető a recepciós és a vendég közti kommunikáció teljesen. Tehát már a saját mobiltelefonjáról az adatok megadásával becsekkolhat a kedves vendég. Ismét előjön a chatbot, weboldalba épített chatbot, nekem ez most a mániám, én ebben nagyon hiszek, aztán meglátjuk, hogy mi lesz ebből. Online fizetési integráció szintén nagyon fontos. Szigetvári úr kezdte az előadását, hogy ők is, vagy a szállás.hu is ebbe az irányba halad, hogy online fizetés lehessen a szállás.hu-n. Ez is arra szolgál, hogy az érintésmentes kommunikáció, érintésmentes legyen a teljes folyamat. A kedves vendég a Booking Engine-ben vagy valamelyik más applikációban ki tudja fizetni a szállásdíját teljesen érintésmentesen, illetve különböző webshopok is beépíthetők a weboldalba. Web analitika, mindannyian, akik weboldalt értékesítési csatornaként használjuk és hirdetünk rá, vagy egyszerűen tudni akarjuk a látogatóink viselkedését, akkor különböző analitikai szoftverekkel vizsgáljuk ezt. Ez a Google által biztosított szoftverekre gondolok elsősorban. Chatbot, már is a chatbot? Igen. Chatbot, sokat beszéltem róla, van nekünk egy partnerünk, azt mondták nekem akik felkértek erre az előadásra, hogy minimális reklámot lehet belecsempészni, úgyhogy én nem mondom ki a nevüket, de ott szerepelne a szlájdon. Megkértem őket, hogy mutassák be azt, hogy micsoda erő rejlik a chatbotban. Ez nem az a része a chatbotnak, amire egy első körben gondolunk, hogy mire jó ez. Egy chatbottal, hogyha foglalás végén
a vendég engedélyezi, akkor onnantól mi kommunikálhatunk ezen a típusú chatboton keresztül. Az érkezés előtt meg tudjuk őt szólítani, hogy ne haragudj, mindjárt jön az érkezésed, ne felejtsd el. Ha már ott tartózkodik a szállodába, akár az első, második, tehát első éjszakája után következő reggelen megkérdezhetjük, hogy hogy érzi magát, minden rendben van-e. Ha ne adj Isten, van valami probléma, még van lehetőségünk ezt pozitívba fordítani. Ha már elutazott, akár fél évvel az elutazás után is tudunk vele kommunikálni, meg tudjuk szólítani ezeken a csatornákon, akár egy upsellingre rávehetjük őt a chatbot segítségével. És ebben a példában, amit a mi partnerünk adott át felhasználásra, 1600 feliratkozónak egy Black Friday ajánlatot küldtek ki, ennek a kampánynak a költsége 2000 forint volt, ez a Facebook Messengeren keresztül történt ez a megszólítás, és a beérkező foglalások összértéke több mint 3000 forint volt. Katona Zolival beszélgettünk, nagyszerű előadó társammal erről a témáról, és ő még ennél is nagyobb számokat is tudott mondani. Tehát ez egy nagyon-nagyon hatékony eszköz lehet. De az látszik, hogy az 1600 kiküldött üzenetből 1511-en elolvasták, ez egy óriási nagy arány, ebből 346 átkattintás és végül 34 foglalás, azaz 2%-os konverziót tudott hozni, ezt nem találom rossznak. Booking Engine, honlapba épített foglalási motor. Ez az a rendszer, amit hogy belépünk a honlapra, szeretne foglalni, igen, és akkor ott elvégezhetjük a teljes foglalást. Ez ugye a nap bármely percében azonnal elérhető foglalási lehetőség, ezzel azt akarjuk mondani, hogy nem igényel semmiféle élőerőt, hogyha úgy van olyan a rendszer, hogy direkt kapcsolatban van a szállodai szoftverünkkel, akkor a foglalás azonnal nyilván belekerül, ezzel csökkennek a kapacitás adatok, legmegfelelőbb vagy legkedvezőbb napi árak, csomagajánlatok érhetők el rajta, upselling lehetőség van benne az extra szolgáltatásaink népszerűsítésére, értékesítésére, előleget fizettethetünk a kedves vendégeinkkel a Booking Engine-en keresztül, már említettem az online check-in megoldást, ez a mi rendszerünkben úgy néz ki, hogy a foglalást megelőző 3-5 napban, amit a felhasználó tud beállítani, kap egy e-mailt a kedves vendég, hogy megvan a foglalása, legyen kedves elvégezni az online check-in-t. Nagyjából úgy, mint a légitársaságoknál történik. A review levél már a Booking Engine-ből, illetve a Booking Engine-en keresztül jövő foglalásokat az elutazás után meg tudjuk szólítani, hogy hogy érezték magukat, leírhatják nekünk a véleményüket, ezt megjeleníthetjük a weboldalon, vagy akárhol. Direkt értékesítés növelhető a Booking Engine-nel természetesen, és hatékonyabb marketinget is, marketing aktivitást is végezhetünk a Booking Engine segítségével. Megéri-e a foglaló motor használata? Három példát hoztam önöknek. Egy 10, egy 25-ös, egy 60 szobás szálloda esetén kiszámoltuk, hogy körülbelül ennyiért adhatja egy bizonyos partner, mi, a foglaló motort. Egy átlagos szobaárat is vettünk, szinte találomra, de azért mégis megvizsgáltuk a piacot, hogy a 10 szobás szálloda partnereinknek körülbelül mennyi az átlagos szobaára. Egy átlagos ota jutalékszinttel 15%-kal kalkuláltunk, és az jött ki, ez az alsó sor a plusz nyereség minden további lefoglalt szobaészakánál, ez ilyen nagyon szofisztikáltan fogalmaztuk meg azt, hogy mennyi jutalékot kellene kifizetni, 15%-ot a 12 ezer forintból, illetve itt a 20 és 30 ezer forintból, és ez alapján az jön ki, hogy ezt az 1800 forintot számoljuk a 7500 forintos foglaló motor árával szemben, akkor 4,2 a 12 ezer forintos átlagárral vizsgálva 4,2 éjszaka alatt térül meg, tehát egy átlagos 2,5-3 éjszakás átlagos tartózkodást vizsgálva 2 foglalásnál, vagy hát ha másfél fogláshez értelmezhető lenne, de 2 foglalás esetén minden esetben már visszajött a foglaló motornak az ára. Channel Manager-t már elkezdtem, ugye hogy a foglalási portálokról érkező foglalások közvetlenül a szobatükörbe érkeznek, itt is lehet munkaerőt spórolni, nincs szükség arra a kollégára, kolléganőre, aki a foglalásokat berögzíti a rendszerbe. Egy helyen lehet az árakat kezelni, illetve a kapacitásokat,
Ugye még a Channel Manager előtti időszakban volt 3-4 OTA partnerünk, mindegyiknek a rendszerébe be kellett lépni, a megfelelő beállítást elvégezni, majd kilépni belőle és menni a következőre. Ez most már egy felületről elvégezhető. Akkoriban ez az árparitás nevű dolog volt érvényben, tehát kötelezően minden csatornán ugyanolyan áron kellett, hogy értékesítsük a termékeinket. Ebbe hiba csúszott, hogyha ezt nem egy géppel csináltuk, hanem a saját kezünkkel. Ezt is kiküszöböli a Channel Manager. Túlfoglalások elkerülhetők, rettentően kellemetlen tud lenni egy túlfoglalás. Bízom benne, hogy minél hamarabb újra ilyen problémákkal kell szembesülnünk, annyira újra beindul a turizmus. Bátran növelhetjük az OTA partnereink számát, hiszen a Channel Manager az összeset valós időben egyszerre tudja vezérelni, tehát nincsen felső határa. Növekvő árbevétel lehet annak az eredménye, hogyha több csatornán értékesítünk, és hát az időmegtakarítás nem kérdés. Sokkal gyorsabban, sokkal hatékonyabban tudjuk a csatornáinkat árazni, illetve a kapacitásainkat biztosítani ezeknek a csatornáknak. Revenue management kicsit ide tartozik, kicsit nem tartozik ide. A revenue management maga nem feltétlenül egy digitális megoldás, viszont az online értékesítésben használjuk a leginkább. A kereslethez, foglaltsághoz és a versenytársakhoz igazodó dinamikus árazásra használhatjuk. Szigetvári úr prezentációjában jól láthattuk, hogy a dinamikus árazás milyen eredményekkel tud járni, illetve járt. Rugalmasan reagál a revenue management a kereslet alakulására. Igen, bocsánat, mitől digitális megoldás ez? Mert vannak erre szoftverek. Tehát a revenue management, mint olyan, az papírral vagy ceruzával egy kockáslapon is végezhető, onnantól válik igazán digitális megoldása, hogyha ezt egy szoftver végzi. Szolgáltatás időben eltérően árazható, ez akár a szezonális árakra, ha gondolunk, az lehet könnyebben kezelhető, vagy az online értékesítésben könnyen kezelhető természetesen, tehát kitaláljuk azt, hogy legyen 10 euróval, vagy 10.000 forinttal, vagy 5.000 forinttal drágább egy bizonyos csomag, vagy egy napi ár, ennek az átállítása perceket vesz igénybe, és rögtön azonnal a világhálón már az új árak láthatók. Szezonális árak, igen. Optimális kapacitáselosztás, így igaz ez a revenue management egyik definíciója, és bevétel optimalizálás. Ezért csináljuk a revenue managementet. Smart megoldások a vendégtérben, és ennek az egész előadásnak, ahonnan én látom, vagy számomra ez a legjobb része. Check-in, check-out, info, kiosk. Léteznek ma már olyan megoldások, ebből talán ez a kép mutatja leginkább, hogy egyrészt ugye arról már beszéltünk, hogy a érkezés előtt egy e-mailt kap a kedves vendég, amiben megszólítjuk, hogy legyen kedves elvégezni a becsekkolást, az online check-int, de ha ezt ő nem teszi meg, és megérkezik a szállodába, létezik olyan megoldás, hogy egy tablettel, vagy egy kiosknak nevezett kompjúterrel, vagy akár egy érintőképernyővel ellátott kompjúter a vendégtér felé van fordítva, és a vendég ott saját magának elvégezheti a becsekkolást, kifizetheti a szállását, ha még nem tette meg, és ha elég ügyesen van összeállítva a rendszer, akkor akár a kulcskártyáját is megírhatja. Itt azt is el kell mondanom, hogy már ott tart a világ, hogy egy zárnyitáshoz nincs szükségünk se kulcsra, se kártyára. A mobiltelefonnal lehet kinyitni a szállodai szobák ajtaját. Erre is képes ez a kioszk funkció. Mindenféle mobil applikációk léteznek már. Ez lehet akár a becsekkolásra használatos mobil applikáció, lehet az, ami a zárrendszert működteti, lehetséges az, amelyik a szobalány munkáját ellenőrzi, vagy akár kiosztja neki a munkát, lehet az az applikáció, amiben a felszolgáló kollega felveszi a mi rendelésünket, és akár a fizettetést is intézheti erről, lehet ez az a mobil applikáció, ahol a szálloda menedzsment valós időben láthatja, hogy mi történik a szállodájában, lehet ez egy olyan mobil applikáció, ami a revenue management szoftvernek a mobil applikációja, tehát tulajdonképpen a digitális világ a mobiltelefonunkon is jelen van, akár applikáció, akár bármilyen más megoldással. Automata zárrendszerek, igen, kicsit előbbre szaladtam megint, ezek Bluetooth kapcsolattal, a mobiltelefonnal kommunikálva
tudják nyitni az ajtózárat. A Smart Rooms az ennél is tovább tud menni, itt akár a mobiltelefon applikációból a szoba hőmérsékletét beállíthatjuk, jelezhetjük, ha takarítást kérünk, vagy éppen azt szeretnénk, hogy ne zavarjanak. Egyéb szolgáltatásokat megrendelhetünk a szobában, az ágyunkon fekve, akár a masszást, akár lefoglalhatjuk a szálloda à la carte éttermében este 6-ra, házassági évfordulónkra az asztalt, akármit megtehetünk már. Virtuális concierge szintén erről szól, ajánlhatunk programot a mi vendégeinknek, akár ha már megérkeztek, akár azelőtt, hogy megérkeztek volna hozzánk, akár az ott tartózkodás alatt többször megkérdezhetjük őket, hogy érzik magukat, hogyha valamilyen okból szeretnénk a à la carte éttermet fel, vagy az à la carte étterem forgalmát megnövelni, akkor a bennlakó vendégeinket megszólíthatjuk, hogy ma este nem tudom én mi a ilyen-olyan rozébor 20% kedvezménnyel kapható, tehát egy valós idejű kommunikációt folytathatunk a vendégeinkkel. A digitális étlap, ez ennek egy verziója, tehát a éttermünk étlapját leképezhetjük digitálisan, ennek több megoldása is van, az, hogy csak megtekintheti, vagy akár meg is rendelheti a kedves vendége ezen az applikáción keresztül, amit fogyasztani jóhajt. Miért is jó a digitalizáció? Megéri-e nekünk szolgáltatóknak? Ha most egy térben lennénk, önöket kérdezném, mit gondolnak? Megéri ez nekünk? Esetleg szavazzunk erről? Akkor egy igen-nem szavazás keretein belül, ha lennének olyan kedvesek megválaszolni ezt a kérdést, hogy megéri-e nekünk szolgáltatóknak, azaz önöknek, megéri-e a digitalizáció? Legyenek kedvesek szavazni. Akkor elkészült a szavazás, már is megkapom nagyszerű kollégáimtól az eredményt. Elnézést, nem látok el. 98%, köszönöm szépen, azt mondta, hogy igen, megéri. Én is így gondolom, megéri. Mennyi költséget lehet megtakarítani? Ezt én innen nem fogom tudni megmondani önöknek. Önök látják a saját szállodai egységük működését. Ezek alapján, amit elmondtam, ki tudják számolni talán, hogy 1, 2, 3, vagy hány kollégát tudhat kiváltani egy ilyen digitális megoldás. Ha más nem, az ő bérüket biztos, hogy meg tudjuk spórolni ezen. Miért jó a vendégnek? Szó volt már XY generációról, Z generációról, arra tolódunk el, hogy egyre inkább egy digitalizáltabb világot éljünk. A kommunikáció felgyorsul. Azért jó a vendégnek a digitalizáció, mert a mobiltelefonjáról mindent megtudhat önökről, az önök szállodájáról, lefoglalhatja, kifizetheti, sokkal könnyebb, sokkal egyszerűbb, sokkal innovatívabb érzés, és talán a vendégélmény is növekszik ezzel. És mi jöhet még, ezt én nem fogom tudni önöknek innen megmondani, de tiszta szívből kívánom mindannyiunknak, hogy legyünk túl minél hamarabb ezen a Covid-válságon, és térjen vissza az az óriási vendégszám, ami a Covid előtt volt. És nagyon szépen köszönöm a figyelmüket. Török Ágoston voltam, Chromesoft Kft-től. Köszönöm. Köszönjük szépen, Ágoston, az előadásodat. Ezt is nagyon élveztem, főleg azért, mert még mindig a szűkenvet szakmámból van szó a digitalizációról, és a chatben is több megszólalást generáltál. Többen kiemelték azt, hogy azzal nem tudnak egyetérteni, hogy a legfontosabb előnye ennek a folyamatnak, hogy kevesebb munkaerőre van szükség. Inkább afelé hajlott a közönség többsége, mondjuk így, hogy más munkaerőre van szükség, aki ezekhez az eszközökhöz ért. Tehát aki ezeknek az eszközöknek nem csak a bevezetését, de a folyamatos használatát jól és a vendég érdekében tudja csinálni. És a másik irány pedig az, hogy több idő marad azoknak az embereknek, akik most ott vannak, arra, hogy a vendéggel foglalkozzanak, hogy személyesen veled, ha odamész, tudjanak nyugodt körülmények között és figyelmesen törődni. Ha ezt el lehet érni egyébként digitális eszközökkel, akkor szerintem sokat nyer egy szálloda. Nézzük, hogy kérdések.
kell-e integrálni ezt a rengetegféle megoldást? Nagyon, talán a te előadásod volt a legtöbb példa arra, hogy hol lehet digitális eszköz, nyilván a mindenholt egy kicsit le kellett vinni a gyakorlati példák szintjére, de ha mindenhová bevezetek valamit, akkor oda jutok, ahova szeretnék? Vagy a másik irány, hogyha mindent egy valakitől integráltan megveszek, az mindenhol jó lesz? Ez egy nagyon jó kérdés, köszönöm szépen. Láttam ilyen megoldást, és láttam olyan megoldást is. Láttam olyat, hogy minden egyes egysége ennek az integrált rendszernek külön szolgáltatótól lett, meg olyat is láttam, hogy egy azon szolgáltatótól volt az egész. Hogy melyik a jobb, vagy mi a kérdés ebben, hogy... Hát, hogy szerinted hogy érdemes elindulni? Hogy mindenre nézzem meg külön, hogy melyiket választam? Vagy ezzel nem érdemes foglalkozni, egy olyan szolgáltatót keresek, akinél minden van, ami itt föl van sorolva. Most nyilván túlzok. Az egyszerű válasz az lenne, hogy a második, tessenek minket megkeresni, és nálunk van minden megoldás. Ez a provokatív része. Igen. De én azt gondolom, hogy minden egyes szálláshely egyedi, és az egyedi megoldásokat kell megtalálni, és nem biztos, hogy az a szolgáltatás, amit mi nyújtunk, az pontosan megfelel annak a szálláshelynek. Viszont most így az egész szakmára nézve szeretném mondani, hogy nagyon jó szolgáltatók vannak a piacon, mivel digitalizációról beszélünk napjainkban, ezeket a rendszereket, különböző rendszereket összehozni nem nagy kihívás. Én azt javaslom, hogy mindenki nézzen körül a piacon, mi nagyon-nagyon szívesen segítünk, tanácsot is adunk ebben. Ha nem a mi megoldásunk a legjobb, akkor más megoldást fogunk tudni javasolni önöknek, de nézzék meg a piacon, igen, és találják meg azt, ami nekik a legmegfelelőbb, ne pedig azt vegyék le a polcról, ami a legegyszerűbb, vagy a legolcsóbb megoldás. Egy utolsó gyakorlati kérdés, hogyha valakinek van már egy PMS rendszere, akkor ő örökké azt kell, hogy használja? Vagy van valami migrációs megoldás, most csúnya szóval, van valami átállási folyamat, amivel mondjuk a Hotrest is használhatóvá válik? Természetesen van átállási folyamat. Nem kell életünk végéig egy azon szoftvert használni, a Hotrestet sem kéne. Mindig azt kell használni, ami valamilyen okból nekünk a legjobb, a leghatékonyabb. Természetesen nagyjából ezek a PMS rendszerek ugyanazt tudják, kicsit máshogy. Ugyanazon típusú adatokra van szükség mindegyikben, ahogy te mondtad, igen, van egy migrációs folyamat, ez viszonylag könnyen lebonyolítható, valahogy ki kell szedni az adatokat a régi PMS-ből, és azt valahogy belerakni az újba. Digitális korban élünk, ez nem jelenthet problémát. Köszönöm szépen! Török Ágostont hallottuk a Chromesoft képviseletében, és akkor egy nagyon rövid technikai szünet következik ismét, egy vidám kis zenével folytatjuk egy-két percig, és akkor a következő előadónkat ez alatt fel fogjuk tudni készíteni. Vargáné Andrassy Ildikó következik mindjárt. Köszönöm szépen!